lopottam el, a Metallica lopta el tőlem a The Four Horsemen című szám címet, úgyhogy a kurva annyit. Szerbusztok! Nem is láttalak, hogy itt vagytok ismét. Jaj! Hát nem is láttam, hogy itt vagytok. Nem is láttam, hogy itt vagytok. Szerbusztok! Az első riff, megmutatom lassan. Nektek, fogyatékosoknak. Szóval. Gonosz hangnemekben utazom. Nagyon fontos, hogy meg kell kínozni a kibaszott húrokat. Van egy kis szólam téma. Aztán pedig jön az I7 gádos. Átlépünk az ominózus verszakba, ahol átlépünk a verszakba. Csak én izzadok? Sokan kérdezték meg tőlem azt, hogy Andris. Szóval sokan kérdezték meg tőlem, hogy Andris, használsz te fuzz pedált? Én pedig mindig ugyanazt mondom, hogy én nem használok fuzz pedált. Én nem használok semmit, bazd meg. Szóval ezt sikerült leszedni, ezt a borzasztó bonyolult gitártémát, hogy... Aztán pedig... Milyen akkordokat játszok, mert gyakorlatilag még saját magam sem tudom, hogy milyen akkordokat játszok. Úgyhogy ezt le lehet szedni. 0, 3, 5, 6, 5, 6, 5, 3,
Foundation-t, hogy némi pénzt összegyűjtsetek nekem, hogy egy hangszerű, vagy egy iskolába elküldjetek, hogy megtanuljam, hogy milyen hangokat játszok, akkor természetesen a következő videóban ezt el fogom magyarázni nektek, és akkor ezt bepótoljuk. Makai F. László bejött a képbe, éppen. Gyere, köszönj be egy kicsit. Gyere, Makai F. László. Sziasztok! Ez mindenképpen legyen benne. Csá. Gyere, nézd meg, köszönj be. Szevasztok! Makai Felke, szevasztok! Mint te mondj gitárat tudtok. Szépen, most oktatok gitárat. Akkor Círus kellett, hadd halljam már. Nagyon jó. Most egy nagyon komoly arpeggiót fogok bemutatni, amit Makai Lászlóval fejlesztettünk ki. Lehet több fekvésben használni. És akkor... Nagyon fontos, most... hogy a Vörös Attila féle arcmimikát használt hozzá, és akkor sokkal hatásosabb lesz, hogy... A párhuzamos molpárt játszik. Bocs Attila. Nagyon fontos az, hogy flagmák vegyünk, szóval semmiképpen ne legyünk boldogak, hanem flagmák vegyünk, szóval hogy... pengetőse kell feltétlenül.